Fölvettem a kapcsolatot az ottani polgármester úrral, és ott gyakorlatilag egy komplet általános iskolát rendeztek be erre, és rengeteg kárpátai magyar érkezik Tiszabecse. Ezért döntöttünk úgy, hogy egyrészt személyesen fogjuk elvenni nem, az adományokat, nem pedig karitatív szervezeten keresztül, illetve szeretnénk megnézni az ottani helyzetet, és a továbbiakban, hogyha szükség van rá, akkor még támogatni őket, illetve szeretnénk köszönetet mondani az ott Dolgozó, önkormányzati dolgozóknak, illetve önkénteseknek is, akik azt gondolom, hogy emberfeletti munkát végeznek azzal, hogy ezt az ember áradatot fogadni tudják.